Azért egy hős volt a Jósi. Én leginkább a Kassa Tibitől féltettem egyébként, és bejött, amit gondoltam, hogy gyakorlatilag szanaszét cincelt a szegény Jósi. Tibi kegyetlen, de szerencsére Jósi állja a sarat és a vizet is. Na, egész ügyes volt egyébként. Szerintem Katinka nem udvariasságból mondta azt, hogy pár óra is megtanul úszni. Végül is valami hasonló mozdulatokat hasonló csinál, csak inkább rávette Katinkát, hogy a kacsaúsztatóban együtt, nem tudom, piknikezzenek, úgyhogy hát ügyes ez a Jósi. Amit viszont megtudtunk, doktornőnk, Váci Zsuzsanna, fogorvos. Rengeteg telefonhívást kapott, és amit megtudtunk most, hogy a legtöbb baleset fogakkal kapcsolatban úszodában történik. Igen, miért? Nagyon gyakran, hát akár nyáron strandon, vagy úszodában is. Ugye azért, mert csúszik a talaj, ez az egyik a oka, a másik pedig az, hogy nagyon gyakran a gyerekek a medence szélére, vagy akár otthon a kád szélére is így ráfejelnek, ahogy elcsúsznak, és ez az a sérülési forma, ami talán a legkárosabb, vagy legnagyobb kár tudja okozni, ugyanis ilyenkor függőleges erő éri ugye a fogat, és a tejfog felcsúszik, és megsérti a maradó fogat. És akkor ilyenkor gyakran a maradó fog hasadtan, vagy máshogy nő ki, akár úgy, hogy megbillenti a csirát, akár úgy, hogy a maradó fog nem úgy fejlődik. Sőt, nagyon sok szülő azt hiszi, hogy nincs ezzel semmi gond, kiesett a foga. És keresik, nincs sehol, ugyanis nem is lehet látni, hogy úgy felcsúszik a tejfog, hogy nem is látni, hogy hova tűnt a fog. Nekem igen. Már és most akkor fáj a fogam. Ahogy erről beszélgetünk, ne, már fáj. Azért olyan nagy dráma nincs, hogy lehet segíteni, hagyni kell békén, és aztán szépen megint kinő a helyére a gyerek tejfog. És többnyire kitelefonáltak? Édesanyák, nagymamák? Nagymamák, igen, édesanyák, igen. Persze azt is tudni kell visszatérve a bejátszásra, hogy Kassa Tibinek biztos nem lesz ilyen balesete, mert ugye az ő harapása olyan, hogy nem áll előre a felső foga. Visszakapnak. Neki fordítva van, tehát azok a szülők figyeljenek a gyerekekre, inkább így mondom, és akkor Kassa Tibitől elvonnak, azok, akiknek a gyereküknek előre áll a foga, tehát pont fordítva, mint ahogy a Tibié. Tehát mert ugye azoknak valószínű minden negyedik gyereket éri fogbaleset, ez egy nagyon durva szám szerintem, hát akkor, hogyha a felső fogai úgy állnak. Mindig azt szoktam mondani, hogy a jó Isten meg a természet olyan jól kitalálja a dolgokat, úgy kell elképzelni, hogy azért sérül annak a gyereknek a foga, nem csak azért, mert jobban kiáll a szájából, hanem azért, mert a felső meg az alsó fogak egymással 130 fokos szögben állnak. Normális esetben. Magyarul az alsó fog belülről megtámasztja a felső fogat. És ha kívülről ütés éri, az alsó fog szépen ott tartja és védi. Na, hogyha nem állnak jó dőlésszögben a fogak, akkor van nagyon nagy ütésnek kitéve a felső fogat, tehát akkor tud jobban sérülni. Hát akkor fogszabályzás az tehát első lépés? Tehát mit tehetünk? Igen, fogszabályzás. Igen, a sportbaleseteknél meg ugye fogvédővel, nem ciki, olyan jó pofa fogvédők vannak már, gumis, szilikonos. Na, jó, meg rózsaszín, meg igen, meg igen, zöld, igen. Meg fukilila. Tehát akkor lehet, hogy inkább igen. Akkor fogvédőkkel kell ugye a sport sérülésekkel szemben védeni a gyereke fogait. Egyébként meg fogszabályzás. De ezt a fogvédőt úgy kell elképzelni, mint a boxmeccsen rosszolóknak, igen. És akkor olyan szájjal mennek szerencsétlen. De hogy vesznek levegőt? Úgy, hogy azonban kell levegőt venni. Igen. Pontosan ez a baj, hogy a sok fogazati eltérésben ugye a száján vesz a gyerek levegőt, mert nyitva van a száj, és nyitva van a szánk, automatikusan a szánkon veszünk levegőt. Így legalább rászokik arra, hogy mindig az orrán vegyen levegőt. Igen. Voltak viszont egyébként még visszatérve a kérdésre, voltak olyan kérdések, nagyon szertágazóak voltak. Volt olyan, hogy azt kérdezték, hogy ott van a tejfog, és vagy mögötte, gyakran az alsó, vagy pedig előtte nő ki a maradó fog, tehát kívül. És hogy mi a teendő? El kell-e vinni, ki kell-e húzni, elvitték, és azt mondták, hogy várjanak még egy évet. Nem. Azt kell tudni, hogy ha megjelent, minél hamarabb el kell távolítatni azt a tejfogat, mert a gyerek nem tudja kihúzni, mert nem szívódott fel a gyökere, tehát nem mozog, ezért kell hozzá a fogorvosi segítség. És ha csak egy harmada nőtt ki maximum a fog koronai részének, magától szépen a helyére áll, mindenféle fogszabályzó készülék nélkül. Ha később, akkor már nem. Mondta is egy szülő, hogy belül nőtt ki teljesen, és a gyerek milyen szépen a helyére nyomkodta a nyelvével, persze az történt, hogy ezt nem így fogalmazta meg, de ez történt, tehát hogy szépen betolta a sorba. De a tejfoga nem szívódott fel, azt kihúzatták előtte. Hú, hát nagyon szépen köszönjük. Szépen. És hát rendhagyó módon dr. Váci Zsuzsanna
úgy döntött, hogy itt marad velünk adás végéig. Mert hogy annyi telefon érkezett, úgyhogy nyugodtan lehet még őt hívni telefonon a 06 35 15 93 99-es számon. Köszönjük. Nagyon köszönjük. Köszönöm, és várom a hívásokat. Köszönöm.